Csak úgy, mint Faddon, Domboriban is számos terve van Bordács Józsefnek, akit június 9-én ismét polgármesteré választottak. Domboriban nagyon fontos, hogy működik egy civil egyesület, aminek a vezetője Takács Anikó, aki egyébként a képviselői csapatom tagja volt, ő neki nem sikerült sajnos bejutnia. Nem sokon múlott egyébként ez a történet, úgyhogy én Anikóval közösen is az egyesülettel közösen képzelem el a jövőt, együttműködve. Nagyon sok jó ötletük van. Dombori öregfalu szennyvíz csatornázása is problémát jelent, ami azonban a jövőben megoldódik. Hiszen a mai napig sajnos Dombori öregfaluban a holtáktól néhány tíz méterre hát pöceg a dögre folyik a szennyvíz, ami én azt gondolom nem normális semmilyen szempontból, környezetvédelmi szempontból is sem. Illetve hát ha azt még hozzárakjuk, hogy Dombori öregfalu tól nem messze vannak a szekszárdi ivóvízkutak, az ivóvízbázis egy nagy része ilyen szempontból is nagyon veszélyes, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez a Paks 2 beruházás kapcsán a fejlesztési ivóvízi szennyvíz fejlesztési beruházásba ezt bekerült és meg fog valósulni. Az önkormányzat a strandokat is szeretné fejleszteni. Meg kell tegyenek mindent annak érdekében, hogy a turizmus virágozzon, mondta a polgármester. Természetesen Domboriban is vannak program elképzeléseink is a jövőre nézve. Jövőre már mindenképpen szeretnénk egyfajta strand fesztivál jelleggel rendezvényeket is elindítani, amint az önkormányzat, illetve szintén kérve helyi vállalkozók segítségét is el tudunk indítani, ilyenbe is gondolkodunk, illetve a strandokon is gondolkodunk többfajta fejlesztésbe, akár újabb vízisport lehetőségeknek a megindításában, nyilván szintén vállalkozói segítséggel, illetve strandon is nyilván próbáljuk majd a körülményeket folyamatosan javítani. Fontos még kitérni a FAD Dombori holtág rehabilitációjára is, amely szintén nagy léptékű projekt lehet az elkövetkező években. Ez a FAD Dombori, Tolnai és a Bogyiszlai holtágrendszer teljes rehabilitációja lenne, ami tartalmazna egy teljes iszapkotrást, partfal megerősítést cölöpözéssel mind a három oltágon, illetve mind a három oltágnak egy direkt szivattyú telep kiépítését, ahol a vízutánpótlást, illetve a vízügy a állandó vízszintartást meg tudná oldani. Úgyhogy ebben nagyon reménykedünk, ez a kormány asztalán van, gyakorlatilag uniós pályázati források, bízunk benne, hogy lesznek rá, és akkor el tud indulni ez a nagy beruházás. Én azt gondolom, hogy ez a teljes holtág rehabilitáció itt ezen a három holtágrendszeren meg tud valósulni, akkor teljesen új alapokra helyezzük a három településnek a jövőjét. Addig is a település folyamatosan dolgozik a holtág vízutánpótlásán, a vízügyjel és a paksi atomerőművel.